Kicsi, te hogy nézel ki? Most biztos azon gondolkozom, mit csináltam, amivel a barátnőmet és a barátaimat is kiakasztottam. Nos, mint minden, ez is egy ötletemnek köszönhető. Na hát, szevasztok, én Bence vagyok, és nemrég jöttem el otthonról, és indulok a fodrászomhoz. Ugyanis hosszú idő után, csak most remélem nem ütnek el megint, hosszú idő után le fogom nagyon-nagyon rövidre vágatni a hajamat. Na, mennyi? Tessék! És az erre való reakcióját a barátnőmnek fel fogom venni nektek. Amit még mondani akartam, hogy a videó végén a családtagjaimat és a barátaimat is fel fogom hívni, és érdemes itt maradni, és megnézni, hogy kinek mi lesz a reakciója, és nyilván kíváncsi vagyok a ti reakciótokra is, azt majd komment szekcióban tudja mindenki leírni, hogy milyen szép az olasz Ernádi Bence, Ernádi Bence, amelyek már el kéne érni a buszt. És meg is érkeztem a fodrászatban, most fog elkezdődni a varázslat, itt van velem. Sziasztok! Szia, üdvözöllek, rég láttalak! Krisztián, ő fogja levágni a hajamat. A pontos elképzelést még nem tudom, majd mindjárt kitaláljuk. Azt majd meg fogom mutatni, ha kész van, most pedig ilyen vagány felvételek lesznek a hajvágásról. Cső! Kapaszkodj! Igen, mehet. Jaj. Hú, tesó. Mi a vélemény, mester? Ó, lett. Köszönöm, az biztos beálltam bármilyen. Na, akkor még egyszer, mi a vélemény? Extra lett, nagyon extra lett. Ez az, nagyon szép. Nagyon milyen extra. Családbarátan megfogalmaztad. Megpróbálom szentúrának élni. Köszönöm szépen. Csók. Mindjárt otthon, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz az első reakció az új hajamra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Lózi hogy fog reagálni, úgyhogy most mindjárt kiszállunk a liftből, és akkor megyünk be. Kicsi, te hogy nézel ki? Fali, ki ez a helyes fiú? Jó lett. Te vagy az? Fali! Te ki vagy amúgy? Úgy nézel ki, mint az én a One Directionből. Gyere ide, nagyon jó vagy. Jó le, Maci, normális át videózó. Nagyon csinos de vagy. De nem rossz. De én nagyon csúnya vagyok. No! Te engem ne videóz. De jó, amúgy tényleg. Nagyon jó. Féltem, hogy nem fog tetszeni. De én azt mondtad, hogy csak fodrászodni. A fodrászhoz mentem. Nem azt, hogy ilyen kopasz leszel. Nem vagyok kopasz. Miért kopasz vagyok? Nem, azért ez nem olyan a hajad, mint 17-ben, de sokkal jobb. Nagyon tetszel. Helyes vagy. Tényleg jó. Uh-huh. Na, akkor följön anyáikat is. Cső! Még mielőtt tovább mennénk, szeretnék megkérni mindenkit, aki most ezt a videót nézi, hogy írja meg kommentben, hogy a régi vagy az új hajam tetszik neki jobban. Ha a régi, akkor használja a hashtag régi hajat, ha az új, akkor a hashtag új hajat. Most pedig nézzük a reakciókat. Na, az első kritikát már megkaptuk, ami pozitív, Edinának tetszek, ez azért nem egy hátrány. Most viszont fel fogjuk hívni a családtagokat, barátokat, azt a párat, aki van. Úgyhogy nézzük meg először Gabinak a reakcióját, mert ő a legkritikusabb családtagom. Ha felveszi, aztán lehet nem veszi fel a Gabit ismerve, több mint valószínű. Én a testvérem szerelmem, te nézel ki! Én jó. Az elég betyár, nem? Hello, hello! Bence! Mi van? Szerintem nagyon jó! Kellett egy kis változás. Szerintem nagyon jó. Lúzinak tetszik, mert nekem is. Átvert, mint a bulldoggal? Nem, ez rövid, látod? Kis foci. Szerbusz Géza, gyere nézd meg te is, jön az egész család. Jó, de győzik egy csík, Adidas. Adidas csík, azt mondja a hajadban, nem. De szerintem most viccen kívül tök jó, kellett egy kis változás. Csak fura. Ja, fura még amúgy, de nagyon jó, meg ilyen tök rossz volt már alatta a fejbőröm, de amúgy szerintem jó. Kis csibészes, kis vagány, tudod? Nagyon hosszú lett tőle a fejed, de amúgy ja. Köszi, Gabi. Azt mondja, kidobó emberes. Köszi, anya. Jó, szerintem. Na leraklak, mert hívok még másokat is. Puszi nektek. Testvérem kulturáltan fogalmazta meg a kritikáját, mint ahogy ez rá jellemző. Na, a következő, akit felhívunk, az a Dana. Ú, de vad vagyok. Vedd föl. Az pedig fúris. É, jó! Ezt nézd. Nagyon jó. Ugye? Végre! Szerintem, Lújza szerint is jó, kellett egy kis változás, csók tesóim! Micsoda?
Krasszik, nem csoda ez semmi. Azt hittem, hogy a Dani megnyitotta a tükröt elő. Na jó, Natika, álljál az. Mi mondtak a bit? Azt mondták, hogy csúnya vagyok, kidobó. Szerintem vagány. Ez viszont tetszik. Na. Na, jó van tesóm, na majd beszélünk, csak videó miatt hívtalak, további jó étvágyat vagy kávézást, nem tudom mit csináltok, hívok még másokat is, rémizgetem őket a fejemmel. Csók nektek, puszi! Meg próbáljuk felhívni a Krisát, úgyis otthon van. Azt csinálsz, amit akarsz, csak hagyjam már minket békén, jó? Krisa is elég komoly kritikákat szokott mondani. Hát, ha fölveszi aztán igazából, meglátjuk. Anyád, hogy Hopp, bátya kis olasz, kis szett, kis vágott. Sziasztok, cső, Krisa streamerek. Boloncsik, minden. Na mondjad, mi van? Semmi, azért hívtalak, hogy reagálj a szép új hajamra. Na, vényem, kell, mert videózol, ugye? Igen. Na, sziasztok, Bence nézők és rajongók, Szabó Kristók, Twitch.tv. Így van. Ahhoz képest, hogy régen milyen szar volt, most ugyanolyan szar. Köszönöm. Maradhattam volna ennél hosszú hajnál, figyelj, de az a rossz híra, hogy nekem is volt ilyen próbálkozásom régen. Lásd, mi lett a vége, 2 hét múlva szakítottunk a barátot. Az lehet, de viszont neked most gyönyörű szép hidrogén szőke hajad van. Ősz. Na jó van, tesóm, köszönöm, más nem vártam tőled. Csókollak. Csók nektek, cső. Hát, vegyes fogadtatás. Azt elismerem, hogy fura amúgy, tényleg fura, de szerintem ilyen londonos kicsit. Így fölveszem a kapuszit, és akkor árulhatom a parfümet. Amúgy igazából nekem tetszik, Luizának is tetszik igazából, szokni kell egy kicsit, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, és itt most softboxsal szemben olyan, mintha felülkopasz lennék, de nem vagyok az amúgy, nagyon. Úgyhogy igazából ennyit szerettem volna erre a videóra, és köszönöm mindenkinek, aki megnézte, és ja, írjátok meg kommentből, hogy szerintetek mennyire vagyok szép, a régi vagy a mostani tetszett jobban, szavazzatok! És amit még el szerettem volna mondani, hogy nézzétek még az előző videókat, és köszönöm szépen, hogy megtekintettétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk a következő videóban. Cső! Cső! Azt a momentumot akarom felvenni, amikor először belevágsz felül. Csak kis titokzatosan. Hopp! Rossz irányba zoomolt a bácsi, hopp! Kajakköves mábám, úgy rakom ki a tűz képeket és a tűz videókat, nézzétek meg az előző videókat. Remélem tetszik nektek a hajam, mert nekem tetszik. Éneklek nektek egy kis nádfedelest, aztán elbúcsozok nádfedeles kulipintyó állati szán. Csőő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